Na most, hogy nincs itt a zsombor, életemben először nem áll ki hátul a hajam. Sziasztok! Eszter vagyok, a Média Juris vloggere, és már láthattátok, hogy a többi vlogger is készített ilyen bemutatkozós 8 kérdéses videót, ezért ma én is elkészítem ezt a videót, hogy jobban megismerhessetek. No. Kajával. Abszolút az étellel engem olyan szinte lázba lehet hozni, meg lehet lepni, hogy jobban örülök neki, mint hogyha kaptam volna, mit tudom én, egy aranyékszert vagy bármit, az mindig jól jön. Leginkább az ügyvédi szakma érdekel, mivel akivel beszéltem, és így egyéb visszajelzések alapján azt mondják a legtöbben, hogy hozzám ez a legtesthez állóbb munka, és egyébként nekem ez a legszimpatikusabb is így az összes jogászi foglalkozás közül. A hobbim, hát sport. Sporttal kapcsolatban konditerembe járok már lassan fél éve. Ez az egyik hobbim, ezt nagyon szeretem csinálni, egy kicsit így stresszlevezető is, meg nem tudom, hogy jót tesz igazából, úgy érzem. Ezen kívül pedig nagyon szeretek autózni, szeretem az autókat, mindig megyek ide-oda, az én kis drága puntommal, és ennyi igazából. Hát igazából én nem tudnék kiragadni egy ilyen legeslegszebb pontot a gyerekkoromból, mivel nagyon-nagyon sok jó pillanata volt, hogyha így egybe tudnám összefoglalni azokat, amik nagyon jók voltak, az akkor ugye az szerintem az lenne, amikor a nagyszüleimmel voltam, ugye kiskoromban, azok voltak nekem az ilyen meghatározó pontok szerintem, meg a családi nyaralások. Hát, mivel nem szabad külső alapján ítélni, ezért én csak belső tulajdonságokat mondok az álomfasival kapcsolatban. Tehát szeretném, hogyha egy nagyon kedves úriember lenne, aki nagy lelkű, tisztelettudó, illetve okos és vicces. A külső nem számít. Miért pont Pécs? Azért nem, inkább először a joggal kezdve, hogy miért pont a jog, vagy miért pont a Pécs? Inkább miért pont a jog? Hogy miért pont a jog? Igazából a családomban nagyon sok jogász van. Itt szinte már gyerekkorom óta például az ilyen karácsonyi ebédeknél hallgattam, hogy a munkával kapcsolatban dolgokat, és így egy kicsit jártasabb lettem benne már így korábban, hogy sok mindent hallottam róla. Egyrészt ez fogott meg benne, másrészt azok a tantárgyak, amik nekem jól mentek középiskolába, azok mind arra ösztönöztek, vagyis hát, hogy mondjam, az jött le belőle, csak ezt hogy mondjam szépen. Arra ösztönöztek engem, hogy végül is ezt a szakot válasszam. Illetve, hogy miért pont Pécs? Ugye én kaposvári vagyok, és nekem ez így sokkal jobb, hogy egy 45 perces úttal otthon is tudok lenni igazából, hogyha éppen úgy van, hogy haza szeretnék menni, és így többet tudok találkozni a családommal, mint például, hogyha messzebbre mentem volna. Másrészt Pécs maga a város is nagyon tetszik. Az egész városnak van egy ilyen egyetemi hangulata, ilyen fiatalosabb, és ez nekem nagyon, nagyon bejön. Október óta lett egy társam, nagy szerelem van köztünk egyébként, nagyon kiegyensúlyozott párkapcsolatban élünk, és minden lehető legnagyobb rendben van köztünk. Simonnak hívják, és ő egy nyúl, egy törpenyúl. Én azt üzenném a leendő gólyáknak, hogy mindenképpen menjenek el a gólyatáborba, mert én sajnos kihagytam a gólyatábort, amit azóta is nagyon bánok, ahol remélem egyébként idén már részt tudok venni, esetleg médiajurisszal, vagy mint segítő, nagyon szeretnék idén elmenni, szerintem ez egy meghatározó pont egy gólyának, egy egyetemistának az életébe, úgyhogy mindenképpen szerintem ez fontos, hogy elgyertek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, akkor nézzétek meg az előző videókat, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok a Facebookon, és kövessétek az Instagramon. Sziasztok! Ez így jó értelmes volt? Jó. Oké. Okay.
A Média Juris Média Sarkának drapériáiról a Rovitex Kft. Gondoskodott.